Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, foglaljanak helyet kényelmesen, ez itt a Lelátó, a Régió TV Esztergom sportmagazinja. A mai műsorban beszámolunk a dorogi legnagyobb futórendezményről, szabadidős rendezményről, amit a hétvégén tartottak. Ezen kívül vendégünk lesz, pontosabban ellátogattunk a Kacsa szurkolói kocsmába, ahol is dorogi labdarúgó legendák nyilatkoztak nekünk. Ezen kívül bemutatkozik a mai műsorban az SC Esztergom új sportkoordinátora. Tartsanak velünk! Egy nagyszabású sportrendezvénynek, egy futófesztiválnak volt a helyszíne, a dorogi otthontér. Lássuk az erről készült összefoglalót. Már több mint 30 éves hagyománya van a suli versenyeknek, suli futóversenyeknek itt városban. Hát ez egy új év, hiszen az új a helyszínünk. A dorogi otthontérre tettük a Sárpi Dorog Futófesztivált, és hát nagyon élvezzük. Fantasztikus a hangulat is, fantasztikus a környezet is. Ugye a művelődési ház előtt kerül megrendezésre az idei évtől ez a Sárpi Dorog Futófesztivál, és egészen az 5 évesektől a 18 évesekig mindenkinek szól a Városi Futófesztivál, ahol azért elsősorban a részvétel a cél. Milyen korosztályok szerepelnek, és milyen távokon méretik meg magukat a futók? Az 5 éves kortól egészen 18 éves korig várjuk a sportolókat, sőt, az idei évtől egy családi váltófutást is szervezünk, ahol egyébként alapvetően a részvétel szintén a cél, nem is hirdetünk végeredményt, hanem azt szeretnénk, hogy minél többen fussanak. A távok a 300 méter az óvodásoknak, egészen 1500 méterig, tehát rövidek ezek a távok, élvezhetőek, és itt a városon belül futják biztonságos körülmények között egyébként a gyerekek. Az a célunk, hogy minél hosszabban, minél többet lássuk őket, és minél hosszabban tudjuk nekik szurkolni, hogy az élményelemek is, amiket itt találnak a szülők, a gyerekek, pontosan ezt a célt szolgálják. Úgy látom, hogy ajándékokat is kapnak, hogy mindenféle dolgokhoz hozzájuthatnak a futók. Mik is pontosan ezek? Ugye magát a rendezvényt most már évtizedek óta, hosszú évek óta a Sárpi Kft. Támogatja, és ennek köszönhetően ajándékokat tudunk adni a gyerekeknek. Pólót kap minden résztvevő gyerkőc, egészséges szeletet, üdítőitalt, sőt van nálunk most egy fotópont, ahol lehet fotózkodni, a egészséges menza program kapcsán enni, inni lehet korlátlanul tulajdonképpen, úgyhogy elég nagy csomagot kapnak, azt gondolom a gyerekek, akik elindulnak, illetve családok is. Még egy nagy tapsot Flórának, Boglárkának és Dalmának! És aki a leggyorsabban futott a negyedikesek közül, Antal Bianca! Nagyon sportszerű kézfogások! Nagy tapsot még egyszer Jennifernek, Hannának és Biancának! Rengeteg gyerek és szülő van itt ezen a rendezvényen. Lehet azt mondani, hogy Dorognak ez a legfontosabb, vagy a legnagyobb rendezvénye? Miért fontos Dorognak egyáltalán ez a rendezvény? Dorogváros mindig is támogatta a szabadidősport rendezvényeket. Ez egy kiemelkedő rendezvényük, hiszen minden szeptemberben megtartjuk ezt a futást, a Sárpi Futófesztivált. Nagyon sokat támogatja a város ezt a rendezvényt. Ugye a múlt héten volt az egészségváros, a Richter egészségnapja épít Dorogon, most pedig ez a futónap, egy csodálatos rendezvény, rengeteg gyerek látogatott ki. Nagy öröm számunkra, hogy ez a rendezvény itt lehet Dorogon, és itt az otthontéren helyt adunk neki. És ismét a három dobogósnak, Zsombornak, Kornélnak, Dávidnak vastapsot! Egy ovis labdarúgó tornára került sora a Vitéz János általános iskolában. Itt sikerült mikrofon végre kapnunk Fülöp Lajost, az Esztergom FC új szakmai koordinátorát. Lássuk a vele készült interjút. Én személy szerint 2 hónapja vagyok az FC Esztergom kötelékében, úgyhogy a múltról nem tudok és nem is szeretnék nyilatkozni. A mostani változások ugye nyilván edzőt váltott a felnőtt csapat, személyes jó barátom lett a felnőtt csapatnak az edzője, éppen ezért szerencsés a helyzet, hogy a felnőtt csapattal foglalkozik, én pedig az utánpótlással tudunk abszolút összhangba dolgozni.
Az utánpótlásban elkezdjük egy kicsit új alapokra helyezni az utánpótlás képzésünket. Minél kisebbekkel szeretnénk foglalkozni, minél kisebbeket szeretnénk megfelelőképpen kiválasztani arra, hogy a későbbiekben jó játékossá, legfőképpen jó emberekké váljanak ezek a gyerekek, és szeressenek sportolni. Most ugye éppen egy óvis focitornán vagyunk itt a Vitéz János iskolában. Már ebben a korban ki lehet választani azokat a tehetségeket, akiket később esetleg a Esztergomi csapatban láthatunk? Azt látjuk, hogy ki az ügyesebb a mezőnyben, de ilyen kiskorban rásütni egy kisfiúra vagy kislányra, hogy ő ügyes és ő belül lesz a játékos, még nem lehet. Azt látjuk, hogy kinek van gömbérzéke, ki az, akinek nincsen gömbérzéke, de a labdarúgás, a gyerekek, az emberek ugye változnak évről évre. Nem lehet megmondani, mi annak örülünk, hogyha minél többen jönnek hozzánk és minél többen sportolnak nálunk. Hogy áll most az Esztergom FC-nél az utánpótlás csapatok felépítése? Hány korosztályos csapat van fiúknál, lányoknál? Pontos gyerekszámot nem tudok még jelen pillanatban mondani, de U19-es csapatunk ugye van, az U15-ös csapatunk van, U14-es, U13-as, U11-es, U10-es is a kicsik ugye vannak. Ezt adja össze mindenki, aki tudja és aki akarja. Nyilván én is tudom, sokan vagyunk, de jelen pillanatban még mindenképpen szeretnék új korosztályokat létrehozni. Egy picit légy szíves, beszélj magadról, honnan érkeztél, hol fordultál meg eddig a labdarúgásban? Mint labdarúgó fociztam sok helyen. Margit-sziget kötelékében kezdtem a futballt, és ott nevelkedtem a úttörő stadionban. Később Újpestre vitt a sors, és felnőtt pályafutásomat ugye a Becsési FC-be kezdtem egy NB3-as egyesületnél. Ott sajnos egy súlyosabb autó baleset megtizedelte a pályafutásomat, de utána is volt élet. Elkezdtem edzősködni, és mellette amatőr szinten focizni. Fociztam külföldön, fociztam itthon sok helyen. Amikor elkezdtem edzősködni, nyilván tudtam, hogy ez a pálya, amit én szeretnék majd a későbbiekben választani, nem hittem volna, hogy ilyen korán elérkezik, de hát ugye mindennek megvan a miértje. Ezt az utat választottam, jól jártam vele, és nem tennék másképpen. Jelen pillanatban az MTK egyesületénél vagyok az U15-ös csapatnak a vezető edzője. 7. éve vagyok az MTK-nál, 3 felvonásban tettem ezt a 7 évet meg. Dolgoztam a Honvédnál, mint utánpótlás vezető, preakadémia vezető. Vecsési FC, ahol kezdtem a nagypályás karrieremet, meg a Monori FC. 3. kerületnél voltam, a legutóbb voltam 1-2 helyen, és ugye szívtam magamba a tapasztalatokat. Most jelen pillanatban itt vagyok az FC Esztergomnál és az MTK-nál. Voltak-e olyan mesterek, olyan edzők, akikre felnézel, illetve akiktől tanultál? Nagyon sok olyan ember volt, igen, az életemben, akitől rengeteget tanultam. Amikor egy játékosa indul a futballpályán és elkezdi a futballt, akkor nyilván végignézi, amikor abba hagyja, hogy kinél miket tanult a futballról. Az edzői szakma az egy más szakma, de ugye nyilván aki focista volt, az ugye magába szívja azokat a tapasztalatokat, amit a pályán kapott annól. Én most minden edzőnek meg tudok említeni, bár ugye az idő nem lesz elég, hogy végig tudjam sorolni azokat, akik azok, akiknek rengeteget köszönhetek. Ugye Bújtor Sanyi bácsinál kezdtem a Margit-szigeten a futballt. Pontosabban Kármán Tibor volt életem első edzője Budaörsön, akinek rengeteget köszönhetek, és a mai napig nagyon jó a viszonyunk. Bújtor Sanyi bácsinál folytattam, akinek szintén rengeteget köszönhetek. Utána Garai János, aki szintén bevitt a futballnak az alapjaival, akinek rengeteget köszönhetek. És utána az életemben volt egy nagy váltás, amikor Újpestre kerültem, és a Domonyai László kezei alatt pallírozottam, akitől rengeteget tanultam, mind futballban, mind a szakmából. De hát itt a sor nincsen vége. Említhetném Horváth Henriket, aki most az MLS kötelékében van, Tamási Zsoltot, a jellegi főnökömet, Székely Zsoltot, Petres Tamást, Varami Józsi bácsit, rengeteg olyan ember van az életemben, Juhász Tibor, akiktől rengeteget lestem és tudom hasznosítani. Lehet-e megfogalmazni célokat az Esztergom FC kapcsán most, akár az utánpótlásnak, akár a felnőtt csapatban? Igen, megfogalmaztunk egy célt, kitűztünk egy célt magunk elé. Szeretném felépíteni a bázisunkat egészen a kisebb korosztálytól, szakszerűen szeretném foglalkozni a gyerekekkel. Egymásra épülő anyagaink vannak, egymásra épülő munkánk van. Tehát minden korosztálynak megvan a megfelelő munkája, amit az embereink, szakembereink tudnak és hisznek is benne. A felnőtt csapat nyilván akkor fog működni, és akkor lesz vonzó egy város számára, ha minél több esztergomi játékos van benne. Megkötöttük az MTK-val az együttműködési megállapodásainkat, tehát a tehetséges utánpótlás játékosainak van kifele áramlási lehetőség, akik ugye kinőtték az esztergomi futballt.
Akinek esetleg még ez nem adatott meg, ugye nyilván egyenes út vezethet az esztergomi felnőtt csapatban. Akkor lennél nagyon boldog, hogyha minden játékos esztergomi nevelés lenne a felnőtt csapatban, és rengeteg esztergomi nevelés rohangálna NB1-be, esetleg válogatott szinten a pályán. Akkor igazán jól dolgoztunk. A dorogi kacsakocsma szurkolói klubbá alakult az elmúlt hétvégén, így sikerült elcsípnünk a dorog egykori legendáját, edzőjét, Honti Józsefet. Őt hallják most. Honti Józsefet fedeztem föl itt a kacsak szurkolói kocsmában. Hogyha a pályafutásodról beszélnénk, akkor mit tudnál felidézni? Hát talán azzal, amivel kezdtem, hogy Sári Sápon töltöttem a gyerek éve, mert ott jártam iskolába, ott laktunk a szüleimmel a focipálya alatt. Ami annyit jelentett, hogy az életem abba állt, hogy óvodás koromban vége volt óvinak, pucoltam haza, ebéd és labdával kezembe fel a focipályára. De most is ott van a pálya, ugye? Most pálya is ott van. Ugyanott van, igen. És hát aztán érdekes, hogy akárhányszor fölmentem, és volt, hogy egyedül mentem, lőttem százat kapura, értem, mentem a labdáért, rúgtam, aztán hazamentem. És másnap kezdődött ugyanez előről. És hát teltek, múltak az évek, 16 évesen bemutatkoztam már az NB3-as csapatba, Sári Sápon, akkor a Sári Sáp volt a dorogi csapatnak a fiók csapata, akik nagyszerű futballisták között nevelkedtem, nagyon sokat tanultam tőlük, volt egy imádni való edző Alackó Pista bácsi, a Pistének az apukája. Ő megtanította rendre is, mert fegyelemre, úgyhogy aztán eljött az idő, 18 évesen elhoztak dorogra játszani. Akkor már játszottam a tartalékcsapatba, és a soproni katonaságot leszámítva. Ott NB3-ba futballoztam, mint utólag kiderült, nagyon megijedtem, mert a Jenő bácsi, a Buzánszki mondta nekem, hogy februárban fogsz Józsi bevonulni a Kossuth KFS-éhez, a NB1B-be, a Szentendrei katonacsapata, az volt Magyarország első számú katonacsapata, és a Budai Laci bácsi volt az edző, a Jenő bácsinak a csapattársa azon a csapatban, és ő mondta, hogy februárban vonulsz. És jövök haza, novemberben, és látom anyukám sír, hirtelen nagyon megijedtem, hogy mi lehet, hogy csak nem valami családi tragédia. Mondom, mami, mi a baj? Azt mondja, mész katonának. Mondom, tudom, majd februárban. Azt mondja, nem. Azt mondja, egy hét múlva Sopronban határőrnek. Hát én azt hittem, elájulok. És mint utólag kiderült, előtte volt egy kupameccsünk a Sopronnal, és hát nem játszottam rosszul, és hát ők a Sopron határú kerület parancsnoka, az vezetőségi tag volt a Sopron vasútnak, és bevonultattak oda. És nagyon el voltam keseredve, és aztán utána olyan csapatba kerültem szintén, hogy anyukám hasában nem volt olyan jó dolgom, mint ott katonaság alatt, és leszereltem, és akkor visszakerültem dologra, és akkor rá három hónapra már elmégyes csapatba játszottam. Mennyit játszottál játékosként a dorogon? Összesen 9 évet. És közben elvégeztem a TF-et, a szakedzőit, meg a sportmenedzseri szakot, és aztán 13 évig, 12 évig voltam a csapat edzője. Hát jó néhány sikert, és nyilvánvalóan kudarcot is megéltetek a csapattal. Milyen volt ez a hullámvasút? Hát megmondom őszintén, hogy edzőként voltak nagyon nehéz periódusai csapatnak, mert akkor már a Szénbányák sajnos már nem tudta finanszírozni a magasabb osztályt, de környékbeli csapat, játékosokból egy nagy közösséget sikerült kialakítani, és meg focizni is tudtak, úgyhogy visszakerültünk az NB1B-be, és nagyon jól szerepeltünk, ami kértek tőlünk, a csapat teljesítette. Mikor hagytad abba az edzősködést? Az edzősködést? Itt Dorogon? Igen. A Dorogon 2002-ben adtam abba, és 2003-tól voltam 7 évig Asztriába edző. Utána aztán az üzleti életben is próbáltad a helyetet keresni? Igen, csináltam egy sportbotot, ami véleményem szerint nagyon jól funkcionált. A futballcsapat, a mindennapos divatmárkák mellett azért a fő irányvonalom az a futballcsapatoknak a szerelésekkel való ellátása volt, de aztán volt egy nagyon csúnya, egy olyan dolog, nem szívesen beszélek róla, holott, hát nem akarom húzni az időt vele,
az Adidasnak volt abban az időben, 90-es évek végén, hát én csináltam a magyar válogatottnak a szerelését, a Fradinak a BL-be, az első BL időszakban csináltam a szerelését a Fradinak, a Honvédnak, és hát a Fradinak, amikor a BL-be bejutott, a 96-ba, az volt az első mez Magyarországon, amikor már neveket is rá kellett tennem. Aztán a Kokónak csináltam a box meccseire, a világbajnoki mérkőzéseire a pólókat. Meglátták, Kokó kivitte Hamburgba a pólókat, a két Klitschko-nak a menedzsere hívott, a két Klitschko-nak kellett csinálnom pólókat. Szóval ezek az olyan jó élmények voltak, hogy ilyen neves sportolókat tudtam ellátni szerelésekkel, és aztán kikerültem Ausztriába, életem legnagyobb szerencséje futballedzőként ott volt, egy harmadosztályú csapatnak voltam az edzője, egy Schwanenstadt nevű település, egy 3000 kis falunak, de az elnök úr az osztrák pénzügyminiszter helyettese volt. Szóval anyagilag ott aztán olyan nagy bajunk nem volt, és ráadásul mondom, hát persze ott azért a elnök úr, a prezident azért a anyagiakat, meg nagyszerű munkahelyeket biztosított a játékosoknak, a pénzügyminiszteremben a büfések voltak, sofőrök voltak, meg a portásoknak a főnökeik jó fizetését, és még a futballért is elég szép pénzt kaptak. És ez egyik legnagyobb élményem volt a pályafutásom alatt, hogy az osztrák kupában 18 éve nem volt olyan, hogy harmadosztályi csapat a legjobb négy közé jutott volna, és bejutottam. Négy első osztályi csapatot, a Sturmgrazot, a Wacker Innsbruckot, a Szentpöltent és a Grazerakot kicsaptuk a kupából, és a Casino Salzburggal sorsoltak össze minket a négy között. Ez a Red Bull Salzburgnak a lelődje volt, edző Giovanni Trapattoni, pályedző Lothar Matthäus, utána jött ide szövetségi kapitánynak. Mindjárt végzek! És... Ja, a Matthäus 7 osztrák válogatott, és akkor igazolt oda a Bayern Münchenből a Linke meg a Janker. Szóval ilyen csapat jött Schwanenstadtba, február végén volt a meccs, mínusz 19 fok volt. Ez az Alpok alatt, a Linztől meg lefelé jócskán 55 kilométerre van ez a település, és hát 9000 néző volt. Este 8-kor kezdődött a meccs, mínusz 19 fokba, és a 60. perc körül olyan 2-0 vezetett a Salzburg, és úgy mondom magamban, mondom, ez óriási dolog, hogy így helytállunk. És kaptunk egy szabadrugást, és egy nagyon kis, én mindig úgy hittem, mert volt két magyar játékosom, akinek a szülei itt magyarok voltak, de kimentek dolgozni, ők már kint születtek, de perfekt tudtak magyarul, mint a Kocsis Lajos fölvett, úgy egy szabadrugás, 2-1, elszabadult a pokol. Azok a játékosok hiába világsztárok voltak a maguk nemébe, de már mindenki várta a végét, mert akkor olyan hideg volt. És volt egy 39 éves játékosom, mind a tiszta Dombi Tibi, aki a Debrecenben játszott, a labdával haragban volt, de az a kellemetlen stílus, hogy ez belement mindenbe, agyon rúgta a hátvédet, és volt hát a 2 perc, képzeljétek el, és bement a kis Dombi idézőjelbe, a Linke meg a belső védekezés fölött lehették, tuti 11-es, és a bíró nem adta meg. Ha megadja, döntetlennel mi jutunk tovább. Hát a bírót megvincselték a szurkolók, és ami a legnagyobb elismerés, ami a lelkemet nagyon-nagyon feldobta, hogy vége ott a meccsnek, odajött a Trapattoni, és mondta, hogy Marcio, gratulálok, nagyszerű csapatod van, nagyon jól láttad a meccset, nagyon jó cseréti, és az meg 11-es volt. Nagyon korrekt volt a kis öreg, a Matthäushoz nem jött oda. Hát akkor nagyon szép sikerek vannak a pályafutásodban. Hogy szolgál az egészséged? Hát bevallom őszintén, hogy nem tudom, bizonyára hallottátok, meg írták az újságok, hogy tartottam az edzést, a Békkel előjének voltam az edzé, és a bal vádlinra elkezdtem sántítani. De nem érdekelt, mondom, majd rendben jön, ha összerugdostak. Másnap ugyanez, elkezdtem sántítani. Harmadnap jöttem le a lépcsőn, és összeakadtak a lábaim, és a Mátyás Tibi, a Békkel elnöke mondta, hogy na jó, a Józsik, ebből elég, most bevisz a kocsiba, és beviszlek a Sote kórházba, mert ez nem játék. Mondom, Tibi, nem megyünk sehol, majd rendben jön. Azt mondtam, hogy bejössz. És ez volt a szerencsém, hogy bevitt, csináltak egy emelít meg egy CT-t, és jön a doktornő, és mondja, hogy Józsi, bevallom, nagyon nagy baj van, magának a gerincvelője tele van vérőggel, ezt még ma meg kell műteni, már jön a mentő amerikai útról. Hát én azt hittem, megnyílik a talpamat a föld, annyira megijedtem. És
mint utólag kiderült, a Tibinek egy orvos barátja fölhívta a Kasszler Miklós erőforrás minisztereti csoporttársak voltak az egyetemen, és mire mentem be, egy Szikora István nevű professzor várt, és az műtött meg engem lézerrel, és ez volt a szerencsém. Valójában a gerincem már teljesen rendben van, de még a bal vádlimba van zsibbadás, és ezt próbáljuk most a professzor úrral kompenzálni. Azt mondta, hogy sajnos a időjárás ellen változásra nincs gyógyszerem, de képzeljétek el, hogy volt kint Angliában egy március végén egy konferencia, és kint volt, és kivitte az anyagomat. És kérdezte az angol kollégákat, hogy mondják meg, hogy mitől lehet azt, hogy egy élsportoló világ életében sportolt, és egyik napra a másikra jött ez a betegsége. És kérdezte, hogy soha semmi baja nem volt, mondjanak valami véleményt erről. És annyit mondtak, kérdezték tőle a angolok, hogy és milyen testalkatú. Mondta, hogy hát nagyon magas, vékony. És mondták a angolok, hogy ne is folytassa. Azt mondja, mert Angliában nem két olyan élsportoló van, nem csak focista, aki ugyanilyen testalkatta magas szinten sportolt, és egyszerűen a gerince nem bírt el azt a nagy terheléseket, amit kapott, és ebbe a korban jön ki, és ez a gerincvelő így lett tele gerincem véröggel. És hál' Istennek időben észrevettük, ezt rendbe fog jönni. Következik a Tabella című állandó rovatunk, amiben megnézhetjük, hogy hol tartanak csapataink a különböző bajnokságukban. Nézzük! A magyar rögbi bajnokságban nem játszottak fordulót, továbbra is a Vitézek vezet, második a Botta, harmadik a Gorillák, negyedik az Excise. Az esztergomiak játszottak az osztrák-magyar Interligában, a Donau Wien-t verték meg. Várjuk a következő fordulót. Labdarúgás. Az NB2-ben a Magyar Labdarúgóbajnokság második vonalában a Haladás veretlenül vezet, második a Vasas, harmadik a Kecskemét, hatodik a Dorog. A Magyar Kupában sajnos kikaptak a dorogiak, Békés Csabán szenvedtek 3-0-ás vereséget, és így kiestek a kupából. Az NB2 második vonalában 11. az Eto FC Győr, 12. a PMFC, 19. a Békés Csaba. A Békés Csaba még nyeretlen, az edzőváltás után a kupában már megvillantották oroszlán körmeiket Schindler Szabolcs tanítványai. A Tiszakécske 20. szintén nyeretlenek. A megyei első osztályban a Koppány Monostor áll az élen, ők 100%-osak, 6 mérkőzésből 6 győzelemmel. A Zsámbék is 100%-os, de ők csak 5 mérkőzést játszottak eddig. A Sárisáp a negyedik, a Nyergesújfalu pedig a 6. helyen áll. A megyei első osztály második felében 9. helyen áll a Tát, 12. az FC Esztergom, az esztergomiak megszerezték első győzelmüket, 13. a Nagy Igmánd. A megyei másodosztályban a Pilismarót továbbra is vezet, 6 mérkőzésből 6 győzelemmel, 3. a Csónok, 5. a Bajót. A megyei másodosztály tabellájának második felében 10. a Lábatlan, ők 50%-osak, 3 győzelemmel, 3 vereséggel, 13. a Tokod, ők még nyeretlenek, 15. a Piliscsér, ők is csak egyetlen döntetlennel vitézkednek, így 1-1 pontot szereztek eddig. Elkezdődött a kézilabda bajnokság is, az első fordulót játszották le a csapatok az NB2-ben, a nők mezőnyében az északi csoportban. Itt érdekelt az Esztergom és a Dorog is. Az első 6 csapat nyert, tehát a TK, a Vác, az Esztergom, a Göd, a Zugló, a Vasas és a Szentendre. Az esztergomiak egyébként a Tatabányát verték 14 góllal 36-22-re. A tabella második felében az Óksi, a Magyaród, a Budakalát, a Dunakeszi, a Tatabány és a Dorog kikapott. A dorogiak egyébként a Dunakanyar Kézilabda Akadémia Váctól kaptak ki, de hát van még idő a javításra. Ennyien fértek tehát a mai lelátóba. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, tartsák meg ezt a jó szokásukat a jövő héten is, akkor is lesz lelátó, addig is töltsék sportosan a mindennapjaikat.
Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!